film címe Semmelweis, és az én szerepem Semmelweis Ignác, szülészorvos 1847-ből, 29 éves, én most vagyok 30, és naponta halnak meg az anyák és az újszülöttek a kezei között. Egy fura, hideg, kicsit mogorva, nagyon szenvedélyes, rengeteget dolgozó ember, nehezen kommunikál bárkivel, de eszméletlen szenvedélye és szeretete van úgymond a páciensei iránt. És ezek a halálozások, amire más orvosok legyintenek, és azt mondják, hogy egy kór, ő ezt nem tudja elfogadni. És ez egy nagyon szép és fájdalmas színészi munka, úgymond ez a tehetetlenség, amikor olyanokat vesztesz el, akit szeretsz, és érzed, hogy hibás vagy. Ez nagyon nehéz. Nekünk így színész kollégákkal, rendezővel együtt fel kellett készülnünk, bábával, szülészorvossal, boncmesterrel, ráadásul olyanokkal, akik képben vannak, hogy 1847-ben mondjuk egy császármetszés hogy nézett ki, vagy hogy szorították el a köldökzsinort, és ilyen apróságok, egyáltalán milyen eszközökkel, vagy például, hogy tehát ebben a ruhában le lehetett vezetni egy szülést. Ezek apró dolgok, amikre, mikor egy ember elkezd készülni egy filmre, nem is sejti még, hogy mennyi minden fog szembe jönni. Tegnap forgattuk a legjobb barátom elvesztését, és ez ugye ezt nem lehet technikailag megoldani. Ezt csak úgy lehet megoldani, hogyha az embernek az egész szíve lejön a helyéről. És ezek nagyon szép találkozások, mert egy szeretet játszó kamerák előtt itt van egy 200 fős táb, milliárdos költségvetés, és neked, te tudod, hogy ez ennek egy igazsága lehet, és csak egyféleképpen tudjuk ezt az egészet megindokolni, hogyha az ott akkor megtörténik. És Semmelweis egy olyan karakter, akivel rengeteg ilyesmi, vagy ilyen nagy amplitúdójú, mind pozitív, mind negatív dolog történik, és ezért ez egy nagyon-nagyon szép és fontos szerep, és nem feltétlen Semmelweis Ignác történelmi léte miatt, hanem ő miatta, mint ember, és amit ő emberként megélt. Például itt van egy számomra gyönyörű ruhadarab, ami egy olyan igazi darab a korból, látszik is az állakán, és nagyon sokáig őriztem, hogy hát ha egyszer majd életre kell, és pont most van egy szereplőm, és ráadásul a film elején, akire fel tudom adni. 19. századot már volt lehetőségem többször tervezni, akár, hát az már több mint 20 éve, a Hidembert, a századfordulót, a napszáltát, vagy akár a napfényízét, és mindig nagyon érdekes számomra egy időutazás, de hát nem is ez a lényege, hogy időutazás, hanem az emberi tartalmak, hogy mit akarok ezáltal közölni, mit szeretnénk közölni, hogy jelenítsük meg ezeket az embereket, ezt a kort, hogy hozzuk közel a mai emberhez. Itt szempont volt, hogy emberközeli és egyszerű legyen minden, hogy azt emeljük ki ebből a korból, ami tulajdonképpen a bíder, amit sokat látunk filmeken, loknis frizurákat, kockás ruhákat. Van egyfajta sztereotípia, amit jelent ez a kor nekünk, és mi valahogy ennek a kornak a másik arcát, az emberközelibb arcát, a nagy szó, hogy valódi arcát akarjuk megmutatni, vagy szeretnénk megmutatni. Persze ez nagyon nehéz. Mindig igyekszem, hogyha valamit varatok, hogy hiteles anyagokból készüljön, a korba hiteles anyagokból, mert ha nem az, akkor az már eleve hazudik, vagy hamis. Persze attól függ, hogy éppen mire van szükség. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, összetett terület a jelmez.